Mindenki Mósa János festői kiállításán meditóriumsorja itt a Tanács Hotel erőcsarnokában. Mindenek előtt szeretném köszönteni a vendégeket. Tisztelettel köszöntöm házigazdánkat, Szabó Lászlónak, aki vendégeket a kiállítási lehetőséget. Továbbá tisztelettel és szeretettel köszöntöm Pór Alajost, a polgármester helyettes urat. Köszöntöm Fredrik Zsanettet, aki helyedő játékával tisztelettel köszöntöm továbbá dr. Darko Jenőt, a tisztelettel köszöntöm Bágőri Attilát, Keszélyelte Egyesület titkárát. És nem utolsó sorban a tisztelettel és szeretettel Kósa János. Lényeget. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak egyesületünkről bevezetőképpen. A 2012-ben alakultunk meg, körülbelül 2,5 évvel ezelőtt, és elsődleges célkitűzésünk az volt, hogy a Budapesten élő képző- és iparművészeket összefogjuk, és egy működőképes egyesületet alakítsunk ki. Hát az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatjuk azt, hogy igen szépen elindult az egyesületi életünk, a tervezett programokat, kiállításokat sikerült megszervezni, és ennek azt hiszem ékes bizonyítéka az, hogyha röviden csak annyit mondok, hogy most ebben az időszakban az egyesületi tagok közül 5 művésznek van kiállítása. És hadd említsem meg őket név szerint is, tehát Zsámbékon látható mi a Közművelődési Intézetben Tarcsányi Otília festőművész kiállítása, Budakeszin dr. Gíze Pioska kerámikus, Budaörsön dr. Gíze Pioska kerámikus művész kiállítása a Tájmúzeumban látható, és Budakeszin jelenleg a polgármesteri hivatalban tehát a polgármesteri hivatalban Szilányi Dórának a kiállítása látható. A Erkel Ferenc Művelési Központ Erkel Galériájában pedig Nagy Imola iparművész kiállítása látható mind a mai napig. És most ugye a harmadik kiállításként is Budakeszin, Kósa János festőművész megindulásában. A következő időszakban november 30-án pedig egyesületi szintű kiállításunk fog nyílni. A Kálvin teremben most már évente megrendelésre kerülő, ez alkalommal 5. karácsonyi karitatív kiállításunkat fogjuk megrendezni, és erre a kiállításra eddig 32 művész jelentkezett, és természetesen mindenkit szeretettel várunk majd erre a karitatív kiállításra is. Most pedig szeretném felkérni Fredrik Zsanett hegedűművészt, hogy a Czöde Kerna Zeneiskola tanszakvezető tanárát, hogy játssz el azt a darabot, amivel készült hálálkozásban. Thank you.
kérem Szabó László ügyvezető igazgató ura, mint házigazdát, hogy köszöntsön meg. Igen, ahogy János barátom mondtam, tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, művész urat. Vendégeket nem sorolom föl, egyetlen egy név nem hangzott még el, Dévényi János úrnak a neve. Akinek a megismerése hozta létre nem csak a mai kiállítást, ez egy kis jubileum, ez ma az ötödik itt a Tanner Hotelben. Kicsit már szeretem ezt úgy hívni, hogy Tanner Galéria, ezt a rész. Ez funkcionálisan, természetesen a szálló vendégeket is szolgálja, de alapjában végig az elmúlt időben átalakult. Új és új színeket kapunk, új és új képeket állítunk ki, havonta ismétlődő megnyitóval és új kiállításokkal, és azt gondolom, hogy ez sok kellemes érdeket szolgál. Szolgálja a mi érdekünket is természetesen, ezt nem tudom letagadni, azért, hogy a mi vendégeink, belátogatók, és itt megszálló külföldi és magyar vendégeink megismerhetik azoknak a művészeknek a képeit, akik nálunk kiállítanak. Én azt gondolom, hogy szolgálja a művészek érdekeit is, hiszen megmutathatják egy alapjában véve nem feltétlenül a kiállítás céljára szolgáló, de sokat látogatott épületben az ő képeiket. És én úgy gondolom, hogy ez a kiállítás most éppen különösen nekem nagyon közel áll a szívemhez. Elmondhattam ezt az előzőre is, egy személyes, kedves ismerősem egy első kiállításhoz hölgynek volt az előző kiállításai. De itt főleg, hogyha a panoráma képre tekintünk, akkor én azt látom, mint a mi parkolónkból egy ilyen mai divatos drónon fölemelkedve egy picit magasabbra elnéznénk arra János egy irányába, és mind hangulatában, mind színeiben azt gondolom, hogy ez minden Budakeszinek közel áll a szívéhez, és sokat megmutat a mi környezetünkre azoknak, akik nem itt laknak. Még egyszer nagyon szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek. Továbbra is szeretném bíztatni azokat, akik most János miatt, vagy az ő képeim miatt jöttek el, hogy hónapról hónapra egyszer érdemes ide benézni, itt mindig lesznek érdekes látnivalók, és mindig kötődés lesz a Keszi Arthoz, akikkel a polgármesteri hivatal, polgármester asszony, pontosan nem tudom, de mégiscsak az onnan indult a kezdeményezés, egy turisztikai fórum alkalmával jöttünk össze, és akkor egyeztünk meg, hogy ez egy ilyen közös érdekeket szolgáló kiállítási helyé váljon. Kellemes élményeket, szép estét kívánok önöknek, és köszönöm a magam nevében is, hogy eljött. Tisztelt Ferdinand úr, tisztelt elnök úr, tisztelt művészetkedvelő közönség! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek önök között, és Budakeszi Város Önkormányzata, valamint a sajnos ma este jelen lenni nem tudó polgármester asszony nevében köszönhetem Kósa János úr kiállítását. A festőművész úr alkotásainak jelentős része többféle anyaggal és technikával készül, saját elmondása szerint szívesen és gyakran kísérletezik. Művein egyaránt felfedezhetjük az impressionista és realista stílus elemeit, melyet saját stílusával ötvöz. Kósa János elmondása alapján a cél már nem olyan lényeges. Sokkal fontosabb maga az út, melyen minden festménye egy-egy felfedezés, pillanatfelvétel. Ha megtekintjük képeit, láthatjuk, hogy a művész számára a természet ezernyi szépsége a legkedvesebb. 2000-ben költözött Budakeszire, azóta gyönyörű városunk tájai adják az ihletet és a témát festményeinek. A legnagyobb tanítások egyike, amelyel a természet nevelheti az ember, az éppen a tökéletes engedelmesség. Ebből az engedelmességből fakad minden harmóniája, amelynek fontosságát
a távol-keleti bölcsek is kifejezésre juttatják. Mégpedig azon törekvésükben, hogy önmagukat összhangba hozzák, egyesítsék a természet világának egyszerre természeti és természet feletti ritusával. Az élővilág a környezet szépsége időről időre visszatérő témája a művészeteknek. Rendkívül sok költemény, könyv és egyéb írott anyag művészeti alkotás örökíti meg. Annak szépségét leíró, bemutató művek sokszínűsége végtelen, mint maga a természetes. Engedjék meg, hogy a sok ezernyi írásból Mikszáth Kálmán gondolatait idézzem önöknek. Mi rendkívüli szép a világ. Esőben az őrmező, párás levegő, a felhő. Virágos, fiatal alma fák letűzve, mint egy mennyasszonyi csokor. A rozs, dús szőnyege a repülő vonat mentén szeliden meghajlik, mint minden bánat. A távoli kék hegyek, mint a felhők. Harmónia mindenben, a színek összehangolva. A zöld rét távoldad már kékre borzom. A nyárfák és az akácok fiatal zöldje közt egész világ a távolság, a karakterek világa. A városi szürke hétköznapokat robotolva élő ember már szinte nem is tudja, mennyire szépséges, hatalmas és erős a természet. Amikor sikerül elszökni a monotónia elől, ki a természetbe, vagy egy ilyen kiállításra, mint a mai, földbe gyökerezett lábbal, tágra nyílt szemekkel csodálkozunk rá újra és újra a természet ezerarcúságára és gyönyörűségére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánom, hogy mikor megtekintik a képeket, önök is lássák meg bennük a szép világunkat, a felhőket, a réteket, a hegyeket, gyönyörű tájainkat, és fedezzék fel bennük a természet és Budakeszi szépségeit. És most tisztelettel felkérem Bák Bögyi Attilát, hogy tesse elmondását. Vas Albert, üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökké való. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak terenjen, a sáska rágja is le a vetést, a vakon túlja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának, de híresen lesz egykor a családnak. Az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada. Mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csongból virradó tavaszra új erdő sarjat győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóváltétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevel. Ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot. És az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőműves kelemel, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevel, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad,
A kő marad. A kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, akik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak. Annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppet tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol, fönt a magos ég alatt, mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jó. A tiszták és békességesek. Erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönt a rostát, és a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmasan gyarok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. És ki mint beteg, azon két bemaradt. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Látnunk kell, hogy a művészetben nem az iskola, nem a gyakorlat, nem a technika, nem az eltanulható módszer a fontos, hanem kizárólag az egyéniség. Tisztelt kiállítás megnyitó közönség, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Szőnyi István gondolatával szeretettel köszöntök mindenkit Kósa János festőművész kiállításának megnyitó ünnepségén, itt Budakeszin a Tanner Hotelben. Fiatal koromban egyetlen hely volt, ahol igazán jól éreztem magam, és minden kötöttségtől megszabadulva rá tudtam hangolódni lelkem belső ritmusára, és ez a hely az érintetlen, szabad természet volt. A hegyek, erdők és mezők élettel teli, színekkel és hangokkal csalogató, csodálatos világ. A lépésről lépésre változó táj, a messzire vezető kanyargós gyalogutak, meredek sziklák, a vizes réteg, a dombra kapaszkodó erdők, csalitok, áthatolhatatlan sűrűje mindig vonzó volt számomra. A járatlan ösvények, a rejtőzködő zegzugok világa, meg annyi felfedezésre váró hely, nem beszélve a hegytetőről, megnyíló fenséges kilátásról, amely ma is lenyűgözi fantáziámat. Ott vagyunk Kósa Jánossal együtt azon az őrhelyen, ahová naponként elzarándokolt, hogy meglesse a halhatatlanság titka. Szédítő a magasság, bőséggel áramlik az energia, mámorosan részegít a távlat, messzire repül a képzelet. A festő lekuporodik a földre, árnyékot emel a szeme fölé, ráérősen fürkészi a táj színe változását. Hangokat hall a föld mélyéből, egy vércseszitál kiterjesztett szárnyal a magasban, elsárgult levelet borzol a szél, tompán recsen az ág lába alatt. Minden érdekli őt, és jól tudja, hogy minden változik, és mindennek jelentése van. A nagyság előtt kalapot emel, tekintetével simogatja a kékezöld hegyek tovagyűrűző hajlatait, a fenyő komor fekete rengetegei. Előveszi vázlatfüzetét, egy pillanatra belenéz a lemenő napba, és megsimítja a lehajló fűszálat, csendesen mormol valamit. Uramisten, lehet, hogy elfelejtettük azt a felfoghatatlan kincset, amit szépségbe rejtve tökéletes formában kaptunk meg. Tisztelt kiállítás megnyitó közönség!
A tájkép nagy hagyományokkal rendelkező szép témája a festészetnek. A reneszánsz időszakában egyre nagyobb jelentősége van a távlattan törvényeit kutató művészek számára. A 17. századi flamand művészetben a polgárság új igényeinek kialakulásával válik önálló műfajjá. A magyar művészettörténet kiemelkedő tájképfestői között elsőként említem meg idős Markó Károlyt, aki a 19. században európai színvonalon festette meg a visegrádi várat, a Dunakanyardal. Később keltette fel érdeklődését az alföldi táj, amely zivatalos felhőkkel, szivárványos fénypászmák kíséretében allegórikus élményt közvetít. Igazi nagy témakörét olaszországi letelepedése után mitológiai és bibliai tárgyú klasszicista hangvételű olasz tájképekben találta meg. Az erdélyi születésű Pál László a műfaj egyik nagyhatású alakja Franciaországban Barbizonban festi meg borongós hangulatú erdőrészleteit, amelyben egyfajta világérzést képes közvetíteni számunkra. Mésző Géza Balatoni halásztanya című képén az ember és a táj szerves együttélését érzékelteti. Hatalmas fűszvák takarásában emberek mozognak, hallani véljük a szél fogalmát, a korsó merítésének csobbanását, a halászok halk neszezését. A teljesség igénye nélkül említem meg Csontváry Kosztka Mihály Tivadar nagyméretű festményeit, aki mély lelki átéréssel, a színek fokozhatatlan erejével és a formák szimbolikájával ragadta meg a látványt. Taorminiai görög színházi romjai nagy tartatat hölgye. Egri József egész életét a Balaton világának megfestése motiválta. Áttetsző színekre épített, oldott hangulatú tájképein a fényjáték viszi a főszerepet, aranykapu. A nagybányai művésztelep festői közül Ziffer Sándor és Nagy Oszkár nevét emelném ki, akik az erdélyi táj ábrázolásában kifinomult művészetükkel kiemelkedő értéket teremtettek. Hosszan folytatható a tájképfestők névsora, egészen a kortárs művészetük. A fiatal művészek újító szemléletű képviselői éppen a tájfestés megújításán munkálkodnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kósa János Erdélyben, a hegyekkel övezett kisfaluban Csíkrákoson született, Görösfalván nevelkedett, majd a Csíkszeredai Képzőművészeti Általános Iskolába járt, melynek alapítója Zsövödi Nagy Imre festőművész volt. Az iskolákat elvégezte, jó képességeinek köszönhetően több mesterségben is gyakorlatot szerzett. Székely őseitől örökölte életerejét, munkabírását és gondolkodását. A benne lakozó küzdőképesség, a létért folytatott kemény fizikai munka megedzette őt. Sohasem kényeztette el az élet, de ha úgy alakult, nem ijedt meg a saját árnyékától. A román diktátor által fémjelzett kegyetlen elnyomás időszakában a falu rombolás következményeit tapasztalva, a kíméletlen besugó rendszer által üldöztetve nem látott perspektívát, elfogyott körülötte a levegő. Felnőttként hozta meg végleges döntését, soha nem lesz idegen hatalom kiszolgálója, neki a szabadság mindennél többet ér. Otthonról hazaérkezett. Hátrahagyva a szerelmet, családot, házat és hazát, hogy bújdosó kuruszként egy száruhában a semmiből kezdjen új életet. Az élet volt tanítómestere, melynek a szükség volt ösztökéje. Szorgalmas, kitartó munkával teremtett otthont magának és családjának. A művészet már gyermekkora óta érdekelte, különböző szakkörökbe járt, önképzéssel fejlesztette tudását, majd mindennek betetőzéseként évtizedekkel később a Nyíregyházi Főiskolán festészeti diplomát szerez. Katedrát kínálnak neki, de szerényen visszautasítja, másfelé vezetett az útja. 2000-ben Budakeszire költözik, azóta itt él és alkot ebben a városban. A mindennapi munka mellett építkezik, kertetművel szabad idejét a művészetnek szenteli. A festés kikapcsolja, egyensúlyba hozza lelkét, élvezi az alkotó munka örömét. Nagyméretű képét, amely kora tavasztól késő őszig készült a műtermében, volt alkalmam megtekinteni.
A kép átalakulások sorozatán ment keresztül, megérte a virágzó tavaszt, a nyár zöld ragyogását, az őszi színek érlelő varázslatát, míg elnyerte végső letisztult formáját. A nagyvonalú ecsetkezelés nem tapogatja le naturálisan a részleteket, de összefogottan érzékelteti a budakeszit övező táj monumentális alakzatait. Többféle technikában és műfajban készíti munkáit. Jellemzően sorozatokban gondolkodik. A nagyobb képek elsősorban olaj és akril technikával készültek, melyek alkalmasak a pasztózus fedőjellegű festékkezelés megoldására. A faktúrának ebben az esetben döntő jelentősége van a kép megformálásában. Szívesen használja a pasztelkréta és az akvarell színes, könnyed kifejezési lehetőségeit. Több képén is felismerhetjük budakeszi jellegzetes tájrészleteit, a Jánoshegyi kilátót, a Makkosi templomot, a Vadaspark előtti szakadékot. Kósa János a természetben érzi jól magát, melynek kifürkészhetetlen titkait gyermekkora óta kutatja. Úgy teremt lelki otthont magának, hogy képekben festi meg azokat. Ez a nagy kép is előtanulmány egy sokkal nagyobb méretű budakeszi panorámakép megfestéséhez. Több önálló kiállítása is volt már többek között Budapesten, Budaörsön és Budakeszin. 2013-ban a polgármesteri hivatalban egyéni tárlaton mutatta be alkotásait. Az eltelt másfél év szorgalmas munkájának eredményét láthatjuk most ezen a bemutatkozó kiállításon. Köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy engem kért fel kiállításának megnyitására. Kérem, fogadják szeretettel Kósa János alkotásait. Vas Albert egyik rövid versével zárom gondolataimat. Vas Albert, csak csendesen. Testvér, csak lábuk hegyen nyer velem, csak nagyon halkan, nagyon csendesen. Amerre járunk, ne rezdenjen egy kis leérsemet. Ma lelkem olyan, mint a tó, legkisebb rezdenéstől megremeg. Gyere a templomba, a bükkerdőm a vár, a csend harmóniája. Ott megint a lelkünkbe talál. Gyere velem, csak szótlanul, csak csendesen, csak csendesen. Thank you.